Nézzük a következő feladatunkat. Ábrázolni kell a következő megoldás halmazt. X kisebb, mint 1,875 ezred. Hát ugye 1 egész valamennyi, tehát azt jelenti, hogy a számegyenesünkben az 1 és a 2 között helyezkedik el. Elegendő most csak fölvenni az 1 és a 2, tehát a 2-ig. És figyeljük akkor, ugye azt mondtuk, hogy elegendő nekünk csak 1 tizedes helyet figyelni, tehát 1,8. Esetleg, hogyha a következőt figyeljük, ugye megnézzük, hogy most az melyikhez van közelebb, az 1,8-hoz, vagy az 1,9-hez. Ugye mivel 5-től nagyobb számjegyünk van, ezért mondhatjuk, hogy ez az 1,9-höz talán egy kicsivel közelebb van. De annyira nem is fontos ez, hiszen ha most fölveszem az 1 és a 2 közötti résznek a felét, ugye ez az 5-ös, tehát 1,5. Az a kérdésem, hogy az 1,8 ezettől több, vagy kevesebb? Hát természetesen több, ami azt jelenti, ami nekem fontos, hogy az 1,5-től jobbra kell, hogy haladjak, és ugye 1,8, 1,9, akármelyiket is veszem, ugye mind a kettő tőle jobbra helyezkedik el. Meg is tudom jelölni, tehát itt lesz az 1,875. És mivel x kisebb, mint ez a szám, ugye ez a nyíl nekünk balra mutat, ami azt jelenti, hogy ettől is balra kell, hogy haladjunk, föl is vesszük, akkor meg is rajzoljuk ezt a megoldás halmazt. Íme, tehát ettől a számtól balra, ez mind hozzátartozik ehhez a megoldás halmazhoz. Következő, x nagyobb, mint 115,48. Volt már ilyen feladatunk, amikor nagyobb számot kellett, hogy ábrázoljunk. Ugye nem fogjuk 0-tól egészen 115-ig leírni a számokat, hanem néhányat megjelölünk. Megjelöljük a 0-t, az 1-et és mondjuk rá 2-t, pont, 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 majd jön a 115-ös, ugye mert 115,48, és a rákövetkező a 116. Természetesen ez megy tovább, ugye folytatódik tovább a végtelenségig. Megkeresem akkor ennek a felét. Ez 115,5, és hogyha most megnézzük, akkor ugye nekünk 4-esünk van, de mivel utána 8-as van, ez azt jelenti, hogy inkább az 50-höz van közelebb, mint a 40-hez. Nagyon durván úgy is mondhatnám, hogy ez pontosan a fele. Az a pici kis eltérés az ugye ebben az ábrázolásban még belefér. Tehát úgy is mondhatnám, hogy fölvesszük a felét, tehát a 115 és a 116 közötti résznek. És mivel x nagyobb, mint ez a szám, természetesen ezt ugye meg is jelölöm. Esetleg, ha azt akarom, akkor nagyon milliméter, nagyon picivel ugye felétől vissza, és ugye ettől jobbra kell, hogy húzzam, hiszen a megoldás halmazunk ettől a számtól jobbra lévők, ugye mert a mi kis jelünk is jobbra mutat. Nézzünk akkor most egy olyan egyenlőtlenséget, amelyben nagyobb vagy egyenlő található, ugye volt már ilyen esetünk törteknél, 0,87654. Természetesen erre sok-sok tizedes számra nincs is szükség, nekünk elegendő a 0,8 is. Tehát 0,8, ugye az a 0 és az 1 között helyezkedik el. Ugye, tehát itt van a nulla, a rákövetkező az 1. Ha most én megrajzolom ennek a résznek a felét, ez lesz a 0,5, és nekünk 0,8, vagy még attól is egy picivel több van, ami azt jelenti, hogy tőle jobbra kell, hogy elhelyezkedjen, valahol itt. És mivel nagyobb, mint ez a szám, tehát ettől még jobbra húzzuk a megoldás halmazt, itt természetesen ugye ezt be is írjuk. Habár nyugodtan írhatnánk csak 0,8-at, ugye az is elegendő lenne, és ettől jobbra haladunk. De mivel nem csak nagyobb van, hanem nagyobb vagy egyenlő, ami azt jelenti, hogy ez a 0,87654 is hozzátartozik a megoldás halmazhoz, és már láthattuk ilyen esetekben, egy kis köröcskét rajzolunk ugye ehhez a ponthoz, ami ugye azt ábrázolja, hogy ez a szám is hozzátartozik a megoldás halmazhoz.